Üdvözlök mindenkit! A mai órán még egy kis adalékkal szolgálnék ehhez a korszakhoz, a szerb forradalma korához, vagyis az első és a második szerb felkelés idejéhez. Nézzünk újra egy kicsit vissza Kara Györgyi életét, őt láthatjátok a képen, Pálya Jovánovics festményén. Kara Györgyi valóban az első szerb felkelés kulcsfigurája, vezetője volt, és mivel hogy a Karagyurjevics dinasztia megalakítója, így természetesen a népkörében egy nagyon pozitív kép alakult ki róla, és a történetírás is általában csak erről a jó oldaláról emlékezik meg. Ugyanakkor mi már tudjuk, hogy egy nagyon indulatos személy volt, aki dühében bármire képes, így például, amikor még a felkelés kitörése előtt Szerémségbe húzódtak meg a török rémuralom elől, akkor az apja, Petár állítólag haza akart térni a belgrádi pasalik területére, és mivel hogy Györgye ezt egy nagyon szégyenletes dolognak tartotta, ezért megölte saját apját, állítólag hátba lőtte. Amikor visszatértek a belgrádi pasalik területére, azután fog majd úgymond engesztelést kérni az egyháztól, és meg is kapja, úgyhogy felmentették a gyilkosság bűne alól. A másik gyilkosságát kifejezetten szimpatikusnak találták, amikor a testvérét Marinkót ölte meg, amiért az egy lányt megerőszakolt, valóban bűnös tett volt, de hogy a saját kezével kötötte fel a testvérét, hát ez azért már elgondolkodtató szerintem. A politikai ellenfeleit is vagy saját kezőleg, vagy mások által ölette meg a későbbiekben, tehát ő sem volt különb, így estén alkatilag, mint később Milos Obrenović, akiről már szóltunk, hogy önkény uralkodó volt, és minden ellene lázadó szemét vagy bebörtönzött, vagy megöletett. Hát Kara Györgyi is hasonlóképpen, úgyhogy nem ismertek, úgymond a személy ellen fellépni. Az is érdekesség, hogy egy nagyon magas személyről beszélünk, állítólag legalább 2 méter, de egyes leírások szerint még magasabb volt. Ugyanakkor egy szokatlanul lágy, vékony hangja volt a Kara Györgyinak. Ahogy az orosz követek írták, nem illett ez a hang a kinézetéhez. Nagyon egyszerű a magyarázata, eredetileg sokkal mélyebb volt a hangja, de annyi pálinkát megivott, hogy állítólag ez kikezdte a hangszálait, és valószínűleg az erőszakos természetét is igen nagy mértékben befolyásolta. Ugye ő a vorst, vagyis a vezér címet viselte az első szerfelkelés idején, és ez az elnevezés maradt fenn, Belgrád egyik körzetét, községét, Vorsdovácnak hívják, és ezt Kara Györgyi címéről nevezték el. A korban az egyáltalán nem számított meglepetésnek, hogyha egy férfi megcsalta a feleségét, és ezt szinte rutinszerűen űzték is a kor jelentős személyiségei. Kara Györgyi ilyen téren jó sokáig más volt. Ő valóban a hitvesi hűséghez ragaszkodott, ugyanakkor egyszer mégis ő is félrelépett, és ez egy nagy-nagy szerelem volt a részéről. Máriának hívták a hölgyet, akibe teljesen belebolondult, olyan mértékben, hogy nem is tudott lemondani róla, és egy 2 évig tartó lamour teljes mértékig lekötötte az energiáit, és nem tudott elszakadni a hölgytől, ezért fiút csinált belőle, elnevezte Máriannak, és beöltöztette fiúnak, úgyhogy napközben katonaként szolgált Kara Györgyi mellett, azután éjszaka pedig elképzelitek. Ugye arról is beszéltünk, hogy 1817-ben
majd a saját, úgymond esküvői komáját maga Milos Obrenovics ölette meg, és azon a helyen, ahol ezt a szörnyű tettet elkövették, most ez az úgynevezett bűnbánó kolostor áll, különben egy női kolostor, úgyhogy mind a mai napig funkcionál, és az a személy, aki elkövette ezt a gyilkosságot, az állítólag nagyon megbánta tettét, és akkor már a rákövetkező évben felépítette ezt a kolostort. Karagyörgye fejéről is ugye emlékezzünk meg még egyszer, ugye fejét levágták, és ajándékul elküldték, úgymond a szultánnak, de igazából nem a koponyáját, csak a bőrt lenyúzva és szalmával kitömve, tehát ez valóban egy ilyen nagyon szép ajándék lehetett a szultán számára. És az is érdekes, hogy Karagyörgye testét és fejét sokáig külön temették el, tehát más helyen nyugodott a teste, az itt a képen látható kolostorban, illetve a feje az Belgrádban volt eltemetve, és később került egy sírba, úgyhogy ma már a képen látható sírhelybe fekszik, úgymond a teste és a koponya is, és az is érdekes, mert hogy ugye ez az Oplenáci templomban található, ahova később majd a Karagyörgyevicsek temetkeznek. Tehát oda helyezik utól a Karagyörgye testét is. Maga az első szerfelkelés idején alakul meg az a bizonyos kormányzó tanács, vagy Pravitelstvujuszcsi Szovjet-Szerszki, ami a Vozsd mellett a legnagyobb befolyással bíró testület volt, ennek a címerét látjátok a képen. 1805-ben alakították, és 1813-ig működött ugye, a felkelés bukásáig több helyszínen is. 1807-től, miután Belgrád felszabadul, akkor oda került a székhelye. Magát a tanácsot a képen látható egyházi méltóság Mateja Nenadovics Feres alapította, illetve ő játszott egy kulcs szerepet a testület működésében. Mateja Nenadovics nevét már emlegettük, hiszen az ő emlékiratai nagyon fontos forrásai az első szerfelkelésnek. Képviselte Karagyörgyét külföldön, és ő járt követségben az oroszoknál, tehát gyakorlatilag neki köszönhető az orosz-szerb szövetség az első szerfelkelés idején. A kormányzó tanács eredetileg a 12 náhi képviselőiből szerveződött, tehát minden náhiból a legjelentősebb szemét választották be ide a kormányzó tanácsba. A tanácson belül hat minisztérium működött, ezek voltak ez a Popecsiteljstvo, vagy minisztérium, és ezek közül én a leglényegesebbet, és a tankönyvünk is a leglényegesebbet emeli ki, az oktatásügyi minisztériumot, tehát számunkra, az iskolák számára valóban ez a legfontosabb. És a képen látható személy, Dosztyitej Obrádovics volt rövid ideig, haláláig az oktatásügyi miniszter ebben a kormányzó tanácsban, itt különben a szerb Volterként is tiszteljük, hiszen egy nagyon széleskörű írói, költői tevékenységet folytatott, és kiemelném, hogy ezt a képet már egyszer adták az érettségére is képfelismerésként, mert akkor Zentán senkinek sem sikerült a kép alapján azonosítania Dosztyitej Obrádovics személyét. A korban alakul meg az első úgymond főiskola is, vagy Velika Skola, Belgrádban 1880, természetesen a felkelés bukása után ez is megszűnik, és érdekességként elmondanám, hogy ennek az iskolának volt a diákja a képen látható, nagy szerb kultúregyéniség, vagyis Vuk Karadzsics, aki ugye a szerb nyelv megújítójaként ismert számunkra. Egy pár szót még szóljunk a másik nagy egyéniségről, Milos Obrenovicsról. Ugye az ő nevét is őrzi egy település, Obrenovac, a régi Pálezsnak az újabb elnevezése, ugyanis Pálezs mellett zajlott gyakorlatilag a második szerb felkelés, szinte egyetlen több mint
egy hónapig tartó nagy ütközete, amely a szerbek győzelmével fejeződött, és most ezért ennek emlékére a települést Obrenovacnak hívják. Miloš Obrenović sem volt különb a korabeli férfiúktól. A feleségét láthatjátok a képen, ő Jubica Obrenović volt, és állítólag Miloš 20 évesen látta meg először a lányt, aki gyönyörű volt akkoriban, valószínűleg a festményről már nem ez tűnik számotokra, és 4 évig udvarolt neki, mire megengedték, hogy elvegye feleségül, és Jubica megbocsátott neki mindent. Közel sem volt olyan hűséges a feleségéhez, hanem rengeteg szeretőt tartott, és a szeretőktől is úgymond születtek gyermekei, tehát ezért volt neki legalább 8, de egyes források szerint akár 11 törvénytelen gyermeke is. Ugyanakkor Jubica Obrenović is szült neki 8 gyermeket, akik közül 5-öt eltemetett még életében, tehát nagyon sok fájdalom érte a fejedelem asszonyt. Különösen akkor háborodott fel, amikor az egyik szeretője Miloš Obrenovićnak már szinte, hogy kitúrta őt a feleség pozícióból is, és akkor állítólag fegyverrel kergette el a hölgyet, és azt bántotta leginkább, hogy a lány miközben menekült, akkor az ő sárga babucsát viselte. Miloš Obrenović dühében meg is ölte volna, különben akkor a feleségét, tehát ki is végeztette volna, csak azért kegyelmezett meg neki, mert Jubica éppen terhes volt, és ebből a terhességéből születik majd Mihajlo Obrenović, a későbbi utód, úgyhogy azért talán megérte megtartani az asszonyt továbbiakban. A kapcsolatuk azonban igencsak megromlott, úgyhogy egy külön udvartartást vezetett Jubicától kezdve, és ezen a képen láthatjátok az ő úgymond rezidenciáját, ahol csak ő élt, és Miloš külön udvartartást vezetett. A Jubica különben nem szerette a fényűzést, hanem látjátok a képen is, hogy ékszert sem viselt, és talán az egyik legfényűzőbb dolog volt az, hogy székeket szerzett be, ami a korban egy nagy újdonság volt, külföldről hozatták, hogy székre tudja ültetni a követségbe érkező személyeket. Mikor lemondott Miloš Obrenović a fejedelmi címéről, akkor Jubica követte őt a Habsburg Birodalom területére, és ott is hal meg, Újvidéken, és a képen látható kolostorban temették el, Krusedón, a Fruskagóra egyik leghíresebb kolostora. Erről már beszéltünk órán, hogy ezt a hegyet ugye a szerb Atoszként is emlegetik, hiszen rengeteg szerb kolostor található a Tarcal-hegységben, és az egyik legismertebb Krusedor. Azért is ismert, mert nem csak hogy Jubica Obrenović, hanem többek között a harmadik Arszenije Csárnojevics, illetve negyedik Arszenije Jovanović Sakabenta is ide lettek temetve. Ennyivel egészítettük ki a szerb forradalmak korát, egy pár érdekes információ, köszönöm a figyelmet, a feladatot pedig a Classroomban végezzétek el, a következő órán ismételünk, további szép napot!